dühös vagyok, mert amikor a boltban vásárolunk, akkor minden egyes alkalommal, amikor betesszük a terméket a kosárba, amit néha kétszer annyiba kerül, mint került egy évvel ezelőtt, sőt, néha háromszor annyiba kerül, mint került egy évvel ezelőtt, akkor minden egyes alkalommal annak az árát fizetjük meg, hogy az Orbán rendszer mindent, mondom, mindent hajlandó azért beáldozni, hogy hatalomban maradjanak. Annak az árát fizetjük meg, hogy egy olyan kormányunk van, akit nem érdekel a magyar emberek élete. Kettő dolgot akarnak, kiszipolyozni minden pénzt, hanem az Európai Unióból, hanem a világgazdasági növekedésből, mert az nincs akkor a magyar emberekből, és az érdekli őket, hogy ezt fenntarthassák, hogy a hatalmukat semmi áron ne veszítsék el, hogy a hatalmuknak semmilyen gátat ne szabhasson senki. Az egyetlen dolog, ami érdekli őket, hogy ezt a lopást, ezt a rablást, ezt tovább folytathassák, és ezért mindent beáldoznak. Ha kell a munkahelyeket, ha kell az oktatást, ha kell az egészségügyet, ha kell az Európai Uniós kapcsolatunkat, ha kell az emberek hétköznapjait. Na ezért kell ennek a kormánynak véget vetni. Ezért kell ezt a kormányt leváltani.